Ismételten közeledik az az idő, amikor a 8-os tanulóknak el kell dönteni, hogy milyen vonalon folytatják tovább a tanulmányaikat. Ehhez nyújtott segítséget a 65-ös számú általános iskolában tartott pályaválasztási kiállítás, melyet a Heves megyei kormányhivatal szervezett. Szalatnai Gábor, a 60-i járási hivatal vezetője szerint fontosak és hasznosak az ilyen rendezvények, mert olyan munkaerőpiaci helyzet van az országban, ami a térséget különösen érinti, hogy sok területen hiányoznak a jó szakemberek. Innentől fogva a jelenleg felnövekvő korosztálynak, a jelenlegi általános iskolásoknak nagyon fontos, hogy olyan irányban tudjanak tovább menni, hogy a jelenlegi kedvező, egyre kedvezőbb körülmények között megfelelően tudjanak elhelyezkedni és pályát választani mindenképpen. A járás 14 általános iskolájából érkeztek felső tagozatos diákok, becslések szerint legalább 5-600-an. A népszerűsége miatt ez a kiállítás évek óta megrendezésre kerül a megyei kormányhivatal és a Heves megyei kereskedelmi és iparkamara jóvoltából. A megyében Egerben szokott lenni, a megye többi járására vonatkozóan, viszont a távolság miatt nekünk praktikusabb az, hogy itt helyben tudjunk rendezni, és így nem kell a diákokat szállítani, és a környékbeli középiskolák is előnyösebb lehetőséget kaptak azzal, hogy itt helyben tudják bemutatni a kínálatukat, a képzési kínálatukat. Idén 16 középiskola mutatta be a képzéseit, nagyon színes volt a felhozatal, a végzős diákok kedvükre válogathattak többek között elektronikai, gépészeti, egészségügyi és közgazdaságtani szakok közül. A középiskolák standjainál egyaránt az érdeklődők segítségére voltak a tanárok és a diákok. Volt olyan iskola, amely szinte az összes kiállításon képviselte magát az elmúlt években mind 60-ban és Egerben is, mert fontosnak tartják, hogy a továbbtanulókat informálják. Minden gyerek pályaválasztás előtt áll valami úton módon, szülők adnak tanácsot, tévéből kapnak információt, de igazán egy iskolát csak akkor tudnak megismerni, hogy ott mi folyik, ha az iskola megmutatja magát. Ennek két módja van, egyrészt ilyen pályaválasztási kiállításra eljön, másrészt pedig ott az iskolába nyílt hetet rendezünk, ahol megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen a képzési rendszerünk. Ebben az évben újdonság volt, hogy a rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a Váci Fegyház képviselői is külön standon mutatkoztak meg, bemutatva a kíváncsi nebulóknak ezeket a szakmákat.